Na megint bekapcsoltad. Mióta elhoztad bentről ezt a vacakot, nincs egy perc nyugalom. Mondtam, hogy fáradt vagyok. Komolyan mondom, az embernek már hazajönni sincs kedve. Örülök, hogy ez a jutalomosztás ilyen fontos neked. Hát persze. Azt hiszem, nincs más megoldás számunkra, vagy tönkre megyünk egymás mellett, vagy megpróbáljuk egymást szeretni. Rossz kedvedet hirtelen? Mi? Nem, semmi, csak kérdezem. Semmi, alszom. Hagyj el. Teljesebben. Oké. Okay. Akkor miért hívsz? Csak úgy. Szeretettől. Bent vagy az iskolában? Nem. Otthonról beszélsz? Nem. Csak nem attól az embertől. Ne izgass magad, anyukám. Semleges pályán vagyok. Te jó est! Ne gyere be! Ne gyere be! Itt vannak! Házkutatás van! Nicoletta von Niebuhr, e ház neveltje, a mennyasszony testi-lelki barátnője, majdnem testvérhuga. A vőlegény többrendbeli kedvese, ez utóbbi természetesen csak színpadon rendezői előírások szerint, de remélem még több alkalommal. Szabad engedelmet kérnem, hogy Bella néninek szólítsam. Természetesen. Az égnek úgy látszik, nagy tervei vannak velem. Hát akkor győztél. Segíteni fogsz nekem. Büszke leszek rád. És segítek neked, Hendrik. Engedjen! Nem mehet haza, házkutatás van maguknál. És semmit sem értek abból, amit maga beszél. Most minden sok lehet. Tehát, hová tud menni? Nem tudom. Nem tudom. Ébredjen fel! Ébredjen fel! Hol a férje? Hol a férje? Férjem? Maga a férjem. Bíró János. Én Bíró Jánosné vagyok. Simó Katalin. Ne beszéljen össze-vissza. Hol a férje? Itt. Én Bíró Jánosné vagyok. Jól van. Aludjon tovább. Szörny. Nagyon szép. Azt mondja, hogy szép. Na hiszem. Különben is szörnyű vagyok ebben a ruhában. Szeretem a ruhákat, nevetséges, ugye? Nem megy ez nekünk. Mert első este tudtam, hogy ezt nem szabad csinálni. Hogy beszélsz te velem? Mit képzel te róla? Rondos rá! Egy gyáva prátor, vagy nézd, hogy belekeveredsz valamibe! Nem tettük róla, hogy a gyerek nincs velünk. Hogy a felébe hozhattuk volna magunkkal? Örült vagy. A gyerek jól van, biztos eljön.